Óvon veszi körbe a nyája decemberben született két merinó kisbárányt. A Festetics Imre állatparkban nem ritka, hogy kisállatok születnek, most egyszerre több jó is utóddal örvendeztette meg a gondozókat. A merinó juhok Nyugat-Ázsiából származnak, innen kerültek Európába. Tenyésztésüknek oka kiváló minőségű gyapjújuk. Az állatpark birkái nagyon barátságosak, szívesen közelednek a vendégekhez. Az elsőként született kisbáránynak most nevet is adhatnak a látogatók. A pályázat lényege, hogy egy pályázó összesen 2 névötlettel pályázhat. A megadott e-mail címünkre érkezhetnek a névötletek, és igazából január 31-ig várjuk ezeket a névötleteket. Fontos, hogy a névötletet tartalmazó e-mail tárgya a merinó legyen, hiszen a Bakonyerdő munkatársai így tudják azt beazonosítani. A Rackák családja is bővült decemberben, az ott született kisbáránynak is lehet nevet adni. Ebben az esetben természetesen a levél tárgyaként a Racka szót kell feltüntetni. A cigája juhok nyájába is érkezett 2 kisbirka, őket majd a most futó pályázatokat követően lehet elnevezni. A kisbárányok egyelőre édesanyjuk közelségét keresik, de már nagy érdeklődéssel fordulnak a nyáj többi tagja és a gondozók felé is. A decemberben született kisbárányok egyelőre anyatejen élnek, egészen 8 hetes korukig. A Festetics Imre állatpark jelenleg zárva tart, a kisbárányok életét azonban nyomon lehet követni az állatpark Facebook oldalán. A látogatók április 1-től találkozhatnak személyesen a kisbárányokkal. A Keszthelyi Televízió híradóját Regman Karola tudósította.